Gázrobbanás történt egy lakóházban, Kunmadarason, a Deák Ferenc utcában. A karcagi hivatásos tűzoltók eloltották az épület konyhájában keletkezett tüzet. A helyszínre a karcagi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik az épület konyhájában keletkezett tüzet egy vízsugárral eloltották. A mentők is a helyszínen voltak. A problémát az okozta, hogy egy használaton kívüli gáztűzhely gázbekötésének golyós csapja nyitott állapotban volt, ezen keresztül telt meg gázzal a helység, és ez robbant be. A karcagi hivatásos tűzoltók kiérkezésére egy helyszínen lévő hozzátartozó leválasztotta az ingatlant a gázhálózatról, illetve elzárta az áramot is, valamint a bentartózkodó rokonát kikísérte a helységből. A karcagi hivatásos tűzoltók felderítést végeztek, és a konyhában egy lángoló konyhabútort találtak, ezt a tüzet egy vízsugárral megszüntették. A robbanás következtében a háznak az egyik fala kidült, illetve több fala is megrepett, de az, hogy lakható marad-e az ingatlan, azt majd csak a későbbi statikai vizsgálatok fogják kideríteni. Információink szerint a házban egyedül élő 91 éves néni könnyű kéz- és fejsérüléseket szenvedett. Őt a mentők a karcagi kórházba szállították. A ház a robbanás következtében lakhatatlanná vált. A szomszédok azonnal az utcára rohantak. Csak annyit, hogy észrevettük itt benne az udvarról, hogy pukkanás van, elmentünk arra, akkor már fal ki volt borulva. Ennyi. Mi történhetett? Én szerintem valami gázrobbanás, vagy valami ilyesmi. Ismeri azt, aki ott lakik? Hát így csak látásból. Mi nem? Történt vele? Megégett a kezimban ilyen sérülés, meg a haja megégett, meg a pulóver összekapta magát, az a pongyol összekapta, perkelődött. Mekkora volt a robbanás, mihez hasonlítaná? Hát egy nagy pukkanás. Nagy pukkanás. Ennyit hallottunk. Ez a szomszéd férfi zárta el a gázt. A nejemnek szóltak, hogy gázrobbanás történt. Megyek már, hogy zárjam le a gázt. És jött a fia akkor, és bementünk a kapun, és elzártam a gázt. A nénit meg úgy hozták ki. Teljesen az épületnek az elejét kinyomta. És villanyórát minden dobozostól, és azt néztem a villany, de az oldom, hogy tele volt csavva. A gáz az nem volt elzárva, azt én zártam el. Balogh Marianna polgármester beszélt az idős hölgy Kunmadarason élő rokonaival, akik azt mondták, a néni hozzájuk költözik, ha kiengedik a kórházból. Az önkormányzat nevében felajánlotta, hogy az utcafrontra hullott törmelék eltakarításában, amint a helyszínen is befejeződik, segít a családnak a madarasi településellátó beruházó és szolgáltató szervezet. Majd a veszélyes járda szakaszt elkerítették.